Szergej Rakmaninov orosz zeneszerző, zongoraművész és karmester volt. Műveinek többségén elsősorban Csajkovszki, Liszt és Chopin hatása, a hagyományos formákhoz való ragaszkodás érződik. Melankolikus, késő romantikus stílusát élete végéig áthatotta az orosz folklór és a pravoszláv egyházi énekek világa. Ezen a kivételes estén a Liszt-díjas Kolonicskrára Rakmaninov érzelmekben gazdag, a női énekhangot a legnagyobb műgonddal kezelő dalköltészetéből válogatott. A Rakmaninov ez egy új felfedezés, illetve már a diplomakoncertemen is énekeltem, de most volt ősszel a Rakmaninov Fesztivál Budapesten, ahol Zsoldos Bálint kedves zongoraművész kollégámmal összeállítottunk egy műsort, és ennek ott olyan akkor nagy sikere volt, hogy azt gondoltam, hogy ez egy kézben levő műsor is, bár nem magyarul van, mert nagyon nehéz egy magyar nyelvű dalestet összeállítani, de mégis a romantikának egy olyan szegmens, ami nagyon könnyen utat talál az emberek szívéhez. Ez tulajdonképpen egy személyes színház, ahol nincs énekes partner, nincs hivalkodó díszlet és jelmez, az énekes a dalból és saját magából teremt néhány percben összetett világot. Így van az énekesnő a dalról, amely az orosz komponisták számára soha nem egyszerű eszközt jelentett, hanem a nép őszinte nyelvét, amelynek segítségével évszázadokon keresztül felejthetetlen zenei képek születhettek. A szoprán a jövő évben ünnepli pályája 25 éves jubileumát. Eddig is csodás szerepekben léphetett már színpadra. Eddig a nagy triász az a Veri Traviata, Bánkbán Melinda és a Bánkbán Szilágyi Erzsébetje volt, de most ez fölzárkóztak a belkántó szerepek hozzá, és most azt mondom, hogy a legkedvesebb talán Bellini normája. És hát a La Mermori Lucia, a Hugenották, amiket az idei évedben az operázba fog énekelni, ezek mind-mind különleges kedvencek. Az orosz lélek mélységeit és sokoldalúságát felvonultató, sajátos hangulatvilágú dalokat Zsoldos Bálint érzékeny és költői zongora kísérete tette teljessé. A zene után a prózái lesz a főszerep a Bencsvillában, ahol november 20-án V. Kulcsár Ildikó, a Nőklapja újságírója lesz a vendég.